Nácsászki, Szeszkeny, Tápandok, jövő következő videó, és ma újra pankrációs játékkal fogunk játszani, újra VBL játék, és ma egy olyat kitaláltam, hogy csapatokra lesznek most osztva azok a karakterek, akik már voltak előző videókban, és egy bajnokságot fognak menni, igazából több részes lesz, nem egy részben lesz az egész bajnokság, ma a maximum egy kettő csapatot fogunk megnézni, kettő csapatnak a meccsét, vagy igazából pontosabban négy, tehát kettő meccset fogunk megnézni, mindegy, és az ifjabbak ezek az övért fognak harcolni, annyira osmányom egyre csak tudtam csinálni, szerintem kezdjünk is bele. És meg is érkezett a Gyurbánship, gyerünk, megérkeztek az ifjabbak. Az ifjú pár. Túlságosan sokan sippeltétek ezt a kettő embert TikTokon, szóval muszáj voltam őket egy csapatba rakni. Emellett egyébként nem tudtam, hogy ki más raktam volna oda, szóval... ja, Magyar Pétert nem rakhattam Orbán mellé, mert Magyar Péter valamikor ellenük lesz, ha minden igaz. Odafigyelj! Jaj, de jó volt! És megérkezett a kettő focista, Ádám Martin és Szobosztai Dominik is. A Hungary Team, igazából én így neveztem el őket, nem tudtam, hogy még mit adjak neki, foci csapat, vagy nem tudom. Tegyétek le a voksotokat, hogy ki fogja megnyerni ezt az egész bajnokságot, kinek lesz a végén a kezébe az öv, és ki hogy fog működni igazából. Ahogy láthatjátok, a meccs egy másik ringben kezdődik el, ez annak köszönhető, hogy elfelejtettem beállítani, hogy ne én irányítsam a karaktereket, és hát végül is, várjál, hogy kell irányítani a kamerát, elfelejtettem. Dick! Gyurcsány! Mit csinálsz? Várjál, hogy kell, hol van az free kamera? Már elfelejtettem. Ah, így. Így van a free kamera, szóval elfelejtettem beállítani, hogy ne így irányítsam őket, és emiatt... hogy mondjam, emiatt igazából újra kellett kezdenem, nem tudom, hogy melyik ringben voltam, szóval most ezért vannak újba, ennyi a lényeg. De nézzük is meg, hogy hogy haladnak egyébként. Ő, Ádám Martint nagyon szétkapja kapja Viktorunk, és ki számolja? Egy... kettő, nem tudta végig számolni. Gyurcsány is egy nagyon-nagyon megtámadták a focistákat, te jóságos ég. A politikusaink nagyon-nagyon nyomják. És nem mert Dominik visszafordítja. Szoboszlai az igazi hős. De viszont már Ádám Martin, a magyar Kratosz is megpróbál... Nem, Orbán Viktor mindenkit szétsze... Na, nem. Egyszerűen nem bírta Szoboszlaival, nem tudott mit kezdeni, és most ketten ütik őt. Viszont Gyurcsány megvédi a... barátját. De nem, egyszerűen a focisták most nagyon elkapták az ütemet, most nagyon-nagyon szétkapják a kettő politikust, és nem tudjuk, hogy gyorsan akarnak véget vetni, lassan, meglátjuk, mi lesz ebből. És Gyurcsány végignézi, hogy Viktort bántják? Hát mondjuk megértem. Kicsit, megmondom őszintén, de utána csak-csak megtámadja Martinunkat, és visszatámad. Most Ádám Martin eléggé kerizi amúgy a csapatot, meg kell mondanom őszintén. Szoboszlai nem sok mindent tesz hozzá. És Viktor! Viktor! Mióta tudsz ilyen izé, mi az? Lábmozdulatokat csinálni? De szép mozdulatok vannak errefele! Egyszerűen most a focistákat szétkapják. Mondjuk nem, Ádám Martin az intézkedik. Ő rugdos azért rendesen. Ami lényeg egyébként, ringen kívül nem lehet kiszámolni valakit. Ringen kívül nem lehet, ha jól tudom, kiszámolni valakit, ringen belül kell. Szóval egyébként most igazából Viktornak meg Szoboszlainak van nagyon esélye bárkit is kiszámolni. Hát Gyurcsány meg Ádám Martin igazából csak sebzik le egymást. Az mi volt? Az érdekesen nézett ki az a mozdulat. Olyan volt, mint a Viktor megpróbált volna valami kis ugrósat a kötérről, viszont Szoboszlai kihúzta alul a kötelet. Nem tudom, mi volt ez. Ajjaj, az fájdalmas lesz. Ajja, hogy nem csak rúgdossa, jó? Addig még rendben vagyunk. Addig még rendben vagyunk, amíg csak rúgdossa. Aztán, hogy neki fog futni, és bum. Ne, kiszámolja, ennyi lesz Viktor. Viktor egynél, egyetlen egynél kiugrott. És Gyurcsány megvédi megint őt, visszajött a ringbe, hogy segítsen. Hát Viktorunk kicsit elfáradt, ahogy észrevettem. És Gyurcsány igazából egyedül próbálja mindkettő ellenfelüket kiszedni. Ő most nagyon be van vadóba, de Viktor, úristen, az a mozdulat, az a Superman punch. És nem, megmenti Szoboszlai a társát, és Gyurcsány pedig vissza is támad egyből, és kiszámolják Szoboszlait, nem, mert Martin fel kell, Ádám Martin megmentheti őt, de nem menti meg, hanem Szoboszlai megmenti saját magát. Hopp, már Gyurcsány azért húzza arra Martinunkat, hogy megpróbálja kiszámolni, de nem, inkább még üti, még kínozza őt, szorítja. Ádám Martin lehet, hogy le fogja kopogni. Igen, ezt hozzátenném, hogy le is tudják kopogni, hogyha a szorítás alatt vannak. Le tudják kopogni, és akkor is a enemy team nyer. Hopp! Nem, elkapta! És...
Új, de szép rúgások, olyan mozdulatokat nyom a vikingünk, a Kratosz, olyat megy, hogy az hihetetlen. És megint Szoboszlai és Viktor között zajlik le igazából itt az egész harc, viszont már Gyurcsány jön egy 2v1-es harcra, és 2v1-be elkapják talán, vagy Szoboszlai meg tudja oldani? 2v1-be le tudja talán hozni? 2v1-be Szoboszlai? Szoboszlai 2v1-ezik, és már megjött Ádám Martin is, ő visszatért. Új, de szép rúgás! És inkább úgy döntöttek, hogy az egyszerűbb lenne, a Viktort inkább kidobnák a ringből, és kedves Ferinkkel próbálkoznának. Ajjaj, ez fájdalmas lesz. Az nagyon fájdalmas. Áú. Viszont Viktor nem adja fel olyan könnyen. Úgy látszik, Ádám Martin még nem szavazott a Fideszre, vagy nem tudom. Orbán egyszerre kettőt üt. Mi van? Mi a retek történik itt? Hülye. Nagyon komolyban nyomják. Viszont megint. És kiszámol? Nem. Gyurcsány megmenti a társát, ez most már veszélyes lett volna, szóval muszáj volt mentenie valamit. És kiszorítja Martinunkat? Talán Gyurcsány fog véget vetni ennek a meccsnek? Hopp, de Gyurcsány kimegy a ringből, és ezt Szoboszlai szerintem ki is fogja használni arra, hogy egy kiszámolást megelőlegezzen, de nem fogja kihasználni. Inkább üti tovább Viktorunkat. És ez egy finisher lesz? Szerintem ez egy finisher volt, de nem biztos. Ez nem szorítás volt, ez nem tudom mi a retek volt egyébként, megmondom őszintén nektek. Most Ádám Martin megint elkezdett intézkedni, mint ahogy az elején is csinálta úgy igazából, és nyomja neki. Most mindkettő politikust úgy üti, ahogy csak lehet, viszont az itt a kérdés, hogy melyiket szeretné kiszámolni, és gyönyörű mozdulatok! De nem, Viktor véget vet ennek, és egy Superman punch-ra próbált ajándékozni Szoboszlait, de nem érte el, túl messze volt, Viktor nem lát a térben és az időben. Egy kiszámolás Gyurcsány Ferenctől? Talán? Nem, szerintem meg fogja akadály. Na most ugye előbb elkezdte Gyurcsány, de most a kiszámolás az még mehet, de nem, mert megmenti őt Feri. Pedig egyébként megmondom őszintén, hogy ha most Gyurcsány Ferenc nem lett volna a ringbe, akkor Viktort olyan szinten kiszámolják, ahogy csak lehet, viszont, és... Nem vett véget? Ádám Martin a durabilitét kihasználva, a tűrhetőségét visszatámad, kiugrik belőle, nem tudják kiszámolni őt ilyen könnyen. Ó, és Ádám Martin elkezdett vérezni, ez a piros képernyő villanás, ez azt jelenti, hogy elkezd egy karakter vérezni. Hát, Martinunk, Martin... Dick, mi volt ez a bontógolyó? Most minden négyen egyébként a ringen kívül vannak, szóval itt most nem lesznek nagyon kiszámolások. Szerintem most igazából már csak a sebzésekre akarnak rámenni úgy igazán. De viszont Martin az egyetlen, aki úgy vérzik is egyébként. Szoboszlai az igazából nagyrészt csak szorítgaszol, ő nem fog vérzést okozni, de mindenféleképpen nagyon nagy sebzést okoz Viktor lábába ezzel a mozdulattal. Ádám Martinnak szerintem van egy jó ötlete. Szerintem volt egy jó ötlete, látszott a fején, ahogy felvillan a kis villanykörte felette, de nem, mert Gyurcsány megakadályozza az összes tervét, és Szoboszlai egyébként megsérülten itt fekszik a... Bocsáss meg, nem sérült meg Szoboszlai. Mondani akartam volna, hogy most egy könnyű préda lenne, hogy őt kiszámolják, de nem számolják ki, mert Szoboszlai nem lehet ilyen könnyen levinni. Viszont mindketten bejöttek inkább Szoboszlait ütni, viszont Gyurcsány fair trade-nek tartja, hogyha nem szól bele a harcba instant, és Szoboszlai inkább azt az opciót dönti, hogy kigorul magától a ringből, nehogy ki tudják őt számolni. Úgy érzem, érezte egy kicsit ezt a gyengeséget, és úgy volt vele, hogy kint úgyse tudnak kiszámolni. Most egyébként az, hogy Ádám Martinnak vérzik a feje, szerintem ez nekem azt mondja el még így HP nélkül is, hogy a fejében nagyon sok damage-et tettek már, szóval hogyha most a fejére rákoncentrálnak, eléggé könnyen ki lehetne őt ütni, ami egy meccs végével tudna, amivel a meccs vége tudna megtörténni igazából. Viktornak meg ahogy néztem egyébként így a meccset, a mozdulatokat közben, Viktornak nekilökt Szoboszlai Gyurcsány, ez életem legfurcsább mondata volt, na mindegy. Szóval ahogy néztem itt a mozdulatokat, Viktornak nagyon a lábát próbálták gyengíteni, nem mintha eddig túl gyors lett volna az ifjú legényünk, de neki a lábára kéne rákoncentrálni szerintem most már. Nem, Ádám Martin nagyon a fejekre próbál koncentrálni ezekkel a ollórúgásokkal igazából. És Szoboszlai kihasználja az alkalmat? Ez egy finisher lesz, egy finisherre készül Szoboszlai. És egy stunner!
Orbán Viktornak, és Gyurcsány megy megvédeni. Megvédte őt. Megvédte őt. Hogyha Gyurcsányt most elterelte volna Ádám Martin időbe, akkor megnyerték volna a focisták ezt a meccset. Ebből Viktor nem tudott volna felkelni. Nincs ember, aki egy Stunnert így kibírna. Most meg Viktor menti meg Gyurcsányt. Nagyon összedolgozik a kettő politikusunk. Nagyon összedolgoznak, ami összedik meglepő. Kicsit, de mindegy. Most a politikusok nagyon elkezdtek itt izé támadni, és egy Stunner megint Viktornak, és most talán Szoboszlai. Szoboszlai ki tudja használni a lehetőséget? Nem tudja kihasználni a lehetőséget a Stunnerrel. Viszont, hogy még mindig egyébként Viktor Stanov van, szóval, hogyha Szoboszlai ki tudná ütni Gyurcsányt is, akkor az egy elég erős kiszámolás lehetne most azonnal, de nem. Viktor elkezdett felkelni. Őszinte egyek, Viktor, de bármilyen egy alapizé ollórúgással bármivel megütik, már ő fekszik egyébként. Őt nagyon könnyű lehetne már kiszámolni. Szerintem Gyurcsány még annyi damage-et nem kapott, hogy őt bármennyire is szét tudnák szedni. Viktor inkább ki is gurult a ringből, nem akarja, hogy rajta múljon igazából a meccs. Hát viszont így, hogy Viktor már nincsen bent, Gyurcsány egyedül maradt igazából kettő emberrel, de egyet kisütött, a másik meg kiszámolja. Úristen! Nem, mert Viktor mindig visszajön, amikor kell neki. Csak bárcsak irányításra nem jönne. Nem, bocsánat, bocsánat mindenkitől, de nem politizálunk. No. No, no, no. Hungarizi! Orbán Viktor, ki... Megnyerték a focisták. Viktor ki, hogy hívják azt? Nem jut eszembe egyszerűen a szó. Angolul csak eszembe, mindegy, Lekopogta, ennyi volt, vége volt. Egy szorítással nyerték meg, Ádám Martin kiszorította Viktort, és így vesztettek a kettő politikus. Ötcsillagos meccs volt igazából. Összegyek, mindketten nagyon jót mentek, egyébként nagyon, nagyon jó próbálkoztak a kettő politikus, viszont Ádám Martin ereje nem tudott igazából, azzal nem tudtak igazából felülmúlni, és a nap végén a kettő focistánk jut tovább, és a kettő politikusunknak vége. Azt, hogy Magyar Péter és társa, aki még nem tudom, hogy kicsoda lesz, az ugye most nem fog Viktorékkal nyilván harcolni, szóval az nem telik be az a kívánságotok. Viszont lesz 1v1 bajnokság is, és ott viszont Magyar Péter Viktorral fog kezdeni, megígérem nektek. Na, a következő meccsünk a Papacito és PSG Ogli versus Jason és Michael. Hát Michael egy kicsit közel hajolt a kamerához, maradjunk annyiba. Ezek mellett... szerintem ők fognak nyerni. Van egy olyan kis santa gyanúm, hogy ők fognak nyerni. Sziasztok, Papacito vagyok. És megérkezett Papacito és Ogli. Megérkeznek a ringbe. A Papa PSG csapat, így neveztem el őket. Nem tudom, hogy van-e valami speckó nevük, nem néztem egy kontentjüket se. Figyelj, találtam rájuk való izét, szerintem így személyiségükre való mi az bevonulást. Hát ha jó lett, na. És most érkezik meg a Slasher csapat, Jason Voorhees és Michael Myers. Előre szólok, Michael egy kicsit érdekes ruhában van, ilyet találtam, ami nem volt megdemidzselve, mert meg volt sérülve az egyik ruha, vagy az egyik Michael Myers cuccos. Hát ezt tudták összerakni az emberek, valószínűleg fogok ruhát változtatni, ez eléggé hirtelen ötlet volt, de valószínűleg fogok ruhát változtatni. És látjátok azt a kis breakout opciót, ez azt jelenti, hogy megint szarul kezdtem el egyébként a játékot, szóval mindjárt indíthatom újra, de azért bevonulást nézzük meg. Hát igazából ők nem nagyon szaroznak, ők kettő borzasztó nagy szörnyeteg igazából, nem nagyon kell sok mindent hozzátenni. Na, és most már ténylegesen nem irányítok semmit, szóval nézzük meg, hogy mi történik, hát nem lepődök meg, őszinte legyek ezen a kimenetelen, bár is hát ahogy kezdődik ez az egész. Para van PSG Oglinak és Papacitának szerintem. Bármennyire is Papacito akkora, mint Jason, igazából egy természetfeletti lényről beszélünk még mindig, szóval... nem vártam túl sokat ettől a meccstől, megmondom őszintén. Michael az már szerintem harmadszor emeli fel így Oglit és dobja el a retekbe. Viszont Jason az pedig inkább Papacitával foglalkozik, hát igen, Jason az inkább erősebb a kettő közül, ezért nagyon sok horrorfan meg fog haragudni, van egy olyan érzésem, na mindegy. De lényeg az, hogy szerintem Jason erősebb a kettő közül, szóval ő megy a nehezebbik fajtára,
Viszont most Papacito és PSG Ogli úgy döntöttek, hogy inkább összefognak és együtt próbálnak egy emberre menni, de már is külön mentek, viszont Jason vissza is üt. Hát igen, Jason-t nem lehet annyira könnyen levenni, viszont megint összefognak, míg Michael kiment inkább a ringből egy kicsit émelyegni, hát ezért nagyot üthetett a Papacito. És Ogli, ha kihasználja az agyát, Ogli kihasználja, hogy okosabb, mint Jason, kihasználja, hogy okosabb, mint a horror karakterek. Viszont Michael, hát Michaelnek nem tetszett ez az agykihasználás dolog. Viszont Papacito próbálja kitörni Jason a kezét, ami nem teljesen sikerülhet, mivel Jason egy zombi alapjáraton neki, hát a kezét kitörni az nem valami, hogy mondjam, nem valami könnyű lesz. Michael egyébként már ki is tudná számolni, de nem, mert PSG Ogli vissza fog menni. De Papacito kiugrik magától, nem is kell egyébként Ogli ide. Papacito megoldotta magától, de azért Ogliat segíteni biztonság kedvéért. Hát lehetséges, hogy a kettő leghíresebb horror, hogy mondjam, horror főgonosz ellen nem egy strandpapucsba kellett volna eljönni, de lehetséges, hogy pont ez fogja megzavarni a kettő slasherünket. És Papacito kiszámolja Jason-t? Egyik tudták elvinni. Egynél kiugrott Jason. És Papacito már vérzik. Jó, hozzátenném, Ádám Martin is egyébként úgy hozta le az előző kört, úgy klácsolta le egyébként, hogy úgy vérzett, mint ahogy lehetett. De hát nem csodálkozok, hogy Jason volt az első, aki vérzést okozott ebbe a körbe, megmondom őszintén. És Michael visszaérkezett. És Papacito hogy neki izélhet ugrott? Hülye, nézd megint! Miért Papacito az konkrétan, mi az, horrorfilmbe kell, hogy elmenjen. Ogli egyébként csinál valamit úgy nagy részt a körbe, mert hogy én azt veszem észre, hogy ő hagyja, hogy egyébként Papacito megoldja neki a meccset, aztán utána majd learatja gyakorlatilag a babért, vagy hogy mondják ezt. És Michael is vérzik! Michael Myers elkezdett vérezni, és Papacito egynél kiugrott. Nagyon nagy durabilitik vannak errefele, és Ogli vérzést okozott a legendás főgonosznak, Myersnek, Michael Myersnek, viszont Jason megpróbálkozott megint, most csak kettőig jutott. Most legalább az egyen túl jutottna. És Ogli? Ogli egy hátulra tematósba? Nem, mégpedig még a lába is be volt akadva a kötélbe. Most egy a... Na, hát mondani is akartam, hogy a Papacito és PSG Ogli, azok nagyon darálják itt a népet, de Jason intézkedett, azt hiszem. És viszont Papacito még mindig viselkedik Myers-el. Megmondom őszintén, hogyha valakit ki fognak számolni, akkor mármint egy Papacito vagy PSG Ogli, akkor valószínűleg Michael Myers lesz, őt nagyon szétszették már. És ki is számolják talán? Egyik bírta csak, de azért főleg egyébként, mert már jó ideje rajta volt, csak ugye nem, a bíró nem velük foglalkozott éppenséggel. Hogy felkapta Jason-t? Mi a halál? Ogli az meg csak így belerúgdos. Ő azt mondja, hogy ő megcsinálja a dolgát. Ő részt akar venni a harcban. De nem, Papacito intézkedik. Nagyon, és Myers hátulról nekifutott Oglinak, és már intézkedik. Myers szétszedi mind a kettőt, ahogy csak lehet. Legalábbis próbálkozik, de Ogli megint kihasználja az agyát, hogy... igazából levigye földre a főgonoszunkat, és Myers pedig az erejét használja. És lehet, hogy ki is fogja dobni a ringből, ameddig Jason itt kínozza kint a Papacitát egyébként. És lehetséges, itt lesz a vége, Oglit kifogják, nem fogják kiszámolni egynél. Egynél ugrott ki ezen a ponton a meccsben, ez csodálatos teljesítmény. Nagyon nagy respekt Oglinak, hogy itt ilyeneket csinál ilyenkor még. Michael lábat akar törni, hát az a strandpapus nem tetszett neki, én mondtam, hogy felesleges volt abba eljönni. Viszont tud egy ilyen Eddie Guerrero-s izét nyomni egyébként, kitekeri tudod a lábát a kis papucsból, és akkor mekkora jó lesz, meg mit tudom én. Annyi, hogy Eddie az cipőből tekerte ki a lábát. És Papacito kirepült a ringből, kettő horror karakterrel van összezárva Ogli egy ringben, viszont Papacito lábra is állt, és megpróbál visszajönni, segíteni neki. Hát igazából Papacito rajta múlik igazából, hogy most mennyire bukik ez az egész, mert szegény Ogli hát egyedül nem tudna intézkedni, maradjunk ezért annyiba. Csorikám ki is van egy kicsit ütve. De nem, Myers visszajön egyszerűen, nem tudják őket földön tartani elég ideig egyébként. Konkrétan Papacito leüti az egyiket, és utána visszajön. 2 másodperc, és visszajön.
És Myers kiszámolja, így számolja ki Oglit. 2-3. A slasherök nyertek. GG. Igen, erre számítottam. Egy finishert bedobott Myers itt a végén kedves Oglinak, és véget vetett a harcnak. A slasher csapat tovább jut, és tovább terrorizálja ezt a bajnokságot. Lehetséges, hogy nem fognak nyerni, de én amúgy nekik nagyon nagy esélyt adok, hogy meg tudják nyerni ezt az egész bajnokságot. Papacito és Ogli azok pedig hát szomorú véget vetettek nekik, és igen, ez nem volt annyira durva meccs, mint a előző, hát ez nagyon egyoldalú volt, maradjunk annyiban, de mindenféleképpen én élveztem egyébként, és lehetségesen holnap, aztán lehet, hogy holnap után, lehet, hogy kicsit később, nem tudom, valószínűleg holnap jövök a következővel, a következő kettő emberrel, a következő kettő csapattal, akik össze fognak csapni. És lényeg, köszönöm, hogy megnéztétek, tetszett a lelkem, akkor is like, ne felejtsd el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!